Világsztárok zenéltek Kaposváron, köszöntöm a Génius nézőit. Mai adásunkban a Kaposfestre is ellátogatunk. Ezen kívül a mező csokonyai alkotó táborművészeit is megismerhetik. Kiderül, hogyan is épült a Bárdi Bükki Porciunkula kápolna, és a világegyetem keletkezéséről is szó lesz. Ezekkel a témákkal várom a Önöket. Tartsanak velem! Zsúfolásig megtelt a Szivárvány Kultúrpalota a Kaposfest nyitókoncertjére. Az ország és a világ különböző pontjairól érkeztek vendégek, hogy a legkiválóbb művészeket hallgathassák. A zenészek azt mondják, olyan, mintha hazaérkeznének Kaposvárra. A nyitókoncertre készül Kristóf Réka, a nemzetközi Anton Rubinstein versenygyőztese. Pedig már a koncerten. A művésznő József Marx dalait énekelte. A fiatal énekes már harmadik alkalommal vett részt a fesztiválon. Ide tényleg hazajön az ember. Én úgy tekintek Kaposvárra és Kaposfestre, hogy ez nem csak a nyár eseménye, de az egész év eseménye is. Töltődünk, nevetünk, zenélünk, és ami a legfontosabb, hogy egymással zenélünk, egymást hallgatva zenélünk. Ugye a Kaposfest mindig is egy kamarazenei fesztivál volt, ez az elsődleges pontja, ha jól veszem észre. És ez a kamarazenélés pont arról szól, hogy együtt hozunk létre valamit, és énekesként sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor mégiscsak előtérbe kerülünk, és én pont azt szeretem a Kaposfesten, hogy itt együtt tudunk zenélni, és hátra léphetek, beálltok a zenészek köré a körbe, és együtt zenélhetünk. Több alkalommal is fellépek a Kaposfesten, idén József Marx és Richard Strauss dalait hoztam. Farkas Gáborral és Fejérvári Zoltánnal fogunk együtt zenélni. Nagyon-nagyon nagy öröm nekem, hisz már korábban is hallottam őket is. Nagyon jó itt Kaposfesten találkozni az itthoni rendkívül jó zenészekkel együtt zenélni. A József Marx dalok posztromantikus dalok, tehát ott már minden túl van dimenzionálva, ömlöngenek az érzelmek, a szenvedély, olyan szavak hangzanak el, amiket gyakorlatilag nem is lehet szóról-szóra lefordítani magyarra, tehát a túlzások túlzása, és ez a szenvedély, ez az érzelemvilág fantasztikusan megjelenik a zongorajátékban is. És emellett ugye Richard Strauss még a romantikán belül, de hát már abból is kifelé kacsingatva, de ugyanezt az érzelemvilágot hoz egy nagyon picit más nyelven, de mégis nagyon hasonló, mint József Marx. A nyitókoncerten egymást váltották a kamaracsoportok, Paganini Marx Kodály művei után Hubay Jenő Carmen fantáziáját Puskér Júlia játszotta. Nagyon jó itt lenni, és pont azon gondolkoztam, hogy 2016 volt az első év, amikor itt voltam, és ha jól emlékszem, akkor ez a negyedik alkalom, hogy a fesztiválon részt veszek, és mindig egy ilyen fénypontja az évnek, és olyan jó ismét látni a barátokat, közösen zenélni, úgyhogy nagyon örülök, hogy megint itt lehetek. Már egy ideje játszom ezt a darabot, tehát repertoáron van,
és ha lehet, akkor mindig becsempészem műsorokba itt is, illetve külföldön, és hiszen annyira szenzációs maga a darab, és nagyon ritkán játsszák. Ugye a Carmen fantáziából híres a Sarazát és a Waxman féle átirat, de a hubai féle nagyon ritkán hallható. Úgyhogy örülök, hogy a közönségnek most megmutathattuk ezt a gyöngyszemet. Nincs nagy különbség abban, hogy az ember milyen nehézségi darabot játszik. Mindig, ha lehet, akkor 100%-on kell teljesíteni, és a koncentrációnak is ezen a szinten kell lennie. Úgyhogy nyilván vannak talán olyan darabok, ami technikailag nagyobb felkészültséget igényelnek, de azt hiszem, hogy a hozzáállás nem változik. A fesztivál mindig kínál valami újdonságot. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ebben az évben is sikerült az oktatás és nevelés szerepét megerősíteni. A következő 4 napban 8 művészünk kurzusát látogathatják. Nagyon nagy eredményünk és büszkeségünk az, hogy az idei fesztiválon csaknem 15 országból érkeztek látogatók és fellépő művészek, ezzel is erősítve a hazai és nemzetközi láthatóságát a rendezvénynek. A nyitókoncert második felében Schubert S-dur trióját játszotta a világhírű zongoraművész Elizabeth Leonskaya és a fesztivál 2 művészeti vezetője. Leonskaya, a neves szovjet művész, jelenleg Bécsben él, számos zongoraverseny győztese. A művésznő először volt vendége a Kaposfestnek. A természet és a falusi táj adta a témáját az idei mező csokonyai művésztábornak. Idén a visszajáró művészek mellett több fiatal alkotót is fogadtak. A művésztelepet korábban még Kertész Sándor indította el, 4 éve pedig Kuruc Miklós festőművész vezeti. Az alkotók munkáiból egy kiállítást is rendeztek az iskolában. Művészek alkotnak a mező csokonyai iskola aulájában, sokan már évek óta visszajárnak ebbe a művésztáborba. 3. alkalommal veszek részt a táborban, igyekszünk csendéleteket, a környező utcáknak az utcarajzait, sétálunk egyet, körülnézünk, és akkor a helyhez kötődő képeket készítünk. Társaság, visszatérő emberkék vannak, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat, örülünk, hogyha egyszer-egyszer összefutunk, és hasonló érdeklődésű emberek megbeszélik a festményekről alkotott véleményét, sokszor át is fessük azokat, mert hogy másképp lát az én szemem, mint az övé, és akkor ezáltal talán jobbá válik a kép. Ubornik Andrást ezúttal a mező csokonya határában lévő tó ihlette meg. Rendszeresen próbálok olyan témákat keresni, amik a faluhoz kötnek. Ez most már eléggé nehéz feladat, mert a templomok és egyéb főbb épületeken túl vagyunk már. A falunak egy nagyon gyönyörű tava van, amit idén úgy gondoltam, hogy meg is festek. Azzal kezdtem a tábort, hogy egy reggel és egy este, kora délután fényeket nézek, azzal elment nap, addig más csináltam. És másnap, amikor össze tudtam hasonlítani, hogy melyik oldalról, mikor, honnét legszebb a tó, akkor készítettem fotókat, hogy ne kint ebbe a melegbe kelljen festeni, és hát most gyakorlatilag képről dolgozom, és hát most már egy jó ideje itt vagyunk. Úgyhogy ez egy eléggé befejezettnek vélt kép, amiben csak kis javításokat csinálok. A tábor a fiatalok előtt is nyitva áll.
Én egy éve jár Akkurusz Miklóshoz, aki most ennek a tábornak a létrehozója, ő ajánlotta, hogy esetleg részt vehetnék ebben a táborban, és éppenséggel most Mezőcsokonyának ékességét festem, a református templomot, és fent már fent van a kiállítás, tegnap meg volt az kiállítás átadása, szóval nagyon, nagyon jó hangulatú, és nagyon jó társaságban vagyunk jelenleg itt. Elsősorban ez a tábor nekem fejlődésképpen jött így gondolatban, tehát hogy én nagyon szerettem volna most itt magamat, a képességeimet fejleszteni. Szerettem volna, jövőre megyek építőművészet szakra Pécsre, és szerettem volna egy kicsit még így előtt egy elsajátítani egyes ilyen képességeket. Én most elsősorban tanulni jöttem, most itt már az első napokban is igazából nem alkottam, hanem inkább csak így leültem és néztem, hogy az idősebbek is, akik így már jobban benne vannak a szakmában, hogyan készítik képeiket. Az iskola évtizedek óta fogadja a művészeket. Az iskolánkban nagy hagyománya van ennek az alkotótábornak. 2001-ben indította el Kertész Sándor festőművész, Székely Bertalan díjas festőművész Mezőcsokonya díszpolgára, és mi nagy szeretettel fogadjuk minden évben, minden nyáron az alkotókat, a művészeket, és Kertész Sándor nagyon sokáig vezette is ezt a tábort, néhány éve adta át Kuruc Miklós festőművész művésztanárnak. Azért is nagyon szeretjük, mert a tanulóink nyílt napon betekintést nyerhetnek a festőknek a munkájába, megnézhetik, hogy milyen technikával alkotnak, milyen módon készül el egy-egy festmény, hiszen nyílt festést is láthatnak. És azért is nagyon örülünk, mert a művészek hagynak itt képet a községnek, és néhányat mi is ki tudunk tenni itt az irodában, a tanáriban, az igazgató irodában. Az alkotók munkáiból minden évben egy kiállítást is szerveznek az iskolában. Olyan technikát használnak, amilyet akarnak. A legtöbben olajfestékkel dolgoznak, pasztellel, akrillal, krétákkal, van, aki szénnel, vagy éppen vegyes technikával. Tegnap volt kiállítás megnyitó, csütörtöki nap. A kiállítási anyag egy része az itt készült munkákból van, másik része pedig előre készített munkák, amiket otthonról hoztak az alkotók, ugye a bekeretezés miatt, egyebek miatt. Nagyon sok közöttük a klasszikus téma a kiállított képek között, tehát tájképek, csendéletek, de van portréábrázolás is, illetve vannak az én munkáim, amik ezektől egy kicsit különböznek. Az némileg magyarázatra szorul, ezek ilyen sorozatjellegű munkák. Nohab, Púpos, Szergei és Csörgő mozdonyok mellett a Samu motorvonattal is találkozhattak az utasok a MÁV újabb retro hétvégéjén. A Balatonhoz érkezők találkozhattak a korabeli összeállításokat megidéző szerelvényekkel. Már Fapallókon is körbejárható a kereki Fejér kővára, a csaknem 700 éves roma régió egyetlen éppen maradt kővára, amelynek környezetét nemrég újította meg a Somogyi Erdőgazdaság. A településen még több turistát remélnek a beruházástól, sőt további fejlesztéseket is terveznek. Szent Ferenc tiszteletére építetett kápolnát Gosztonyi Mária Bárdibükkön. A neves kerámikus művész Assisiben tett látogatásakor figyelt fel a kicsiny kápolnára, amelynek mását elkészítette. A falakat a művésznő festette ki 1925-ben, a hely azóta ad otthont búcsuknak. Thank you.
A gyertya fényében csodálkoznak rá a kicsiny kápolna freskóira a látogatók. A magántulajdonban lévő birtokon felépített kegyhely az Olaszországban található eredeti porciunkula kápolna mása, ezért is nevezik Bárdibükköt a magyar Assisinek. Családommal Vecsésről költöztünk ide tavaly, és akkor szembesültünk vele, hogy egy ilyen különleges helyre költöztünk. Ennek a birtoknak a kertjébe található ez a porcinkula kápolna, amit egyébként Gosztonyi Mária és az ő családja építetett 1923-ban. Ugyanis Gosztonyi Mária egy nagyon híres művésznő, festő és kerámikus művész, itt a faluban született, szemben van velünk a kastély, ahol a családjával élt. 1923-ban olaszországi utazásáról hazatérve, már megtérten, gondolta, hogy Szent Ferenc tiszteletére megépíteti ezt a kápolnát. Ugye Szent Ferencnek akkor volt a 700. a születésének a 700. évfordulója, és a saját kezével festette ki a falakat belül, freskók, és mindenféle falfestmények találhatók, amik mind Szent Ferenc életének különböző részleteit ábrázolják. Szent Ferenc, amikor megalapította a rendet Assisiben 1200-es években, akkor ott van egy kis kápolna, és azért nevezik porcinkulának, mert a porcinkula szó jelentése kicsiny hely. És ez egy nagyon pici kápolna volt, és ott érintette meg őt Isten hívó szava, azzal a küldetéssel, hogy az embereknek ugye Krisztus tanításait továbbítsa, és ezt jelenti a porcinkula. És ugye ő akkor kérte meg a pápától azt a lehetőséget, hogy búcsút nyerjenek az emberek, hogyha eljönnek a porcinkula kápolnába, gyónnak, áldoznak és részt vesznek a szentmisén. És ugye ez a hagyomány azóta is él. Ez a ferences rendieknek egy nagyon fontos eseménye, minden év augusztus 2-a a napja, de hát ugye a technikai okok miatt azt követő vasárnapon tartjuk meg. És ez a kápolna is fel lett szentelve 1925-ben, úgyhogy hamarosan lesz a 100. évfordulója a felszentelésének. És ő a 11. Pius pápa megadta a búcsújáró hely kiváltságot ennek a kápolnának is, és a Gosztonyi Mária ezt nagyon fontosnak tartotta, és akkor még a környékből, illetve külföldről is, mert nagyon sok ember érkezett ide, és 3 napig tartott a búcsú, és akkor Mária ilyenkor vendégül látott mindenkit, és adományokat osztogatott a szegényeknek. Úgyhogy azóta él ez a hagyomány. Szeretnénk, hogyha ez a hagyomány élne, és örülünk, hogy ide kerültünk, mert ez egy szerintünk is egy csoda hely, és ez az embereknek egy nagyon fontos lehetőség arra, hogy egy kicsit a lelkükkel foglalkozzanak, hogy elmélyüljenek, és megtalálják az utat Istenhez. A kápolnánál minden évben megrendezik a porciunkula búcsút, amelyre az ország minden tájáról érkeznek hívek. A kegyhely egész évben látogatható. Építésének közelgő 100. évfordulójára azt tervezik, hogy restaurálják Gosztonyi Mária eredeti tervei alapján. Az univerzum létrejöttéről tartott előadást Gál Botond nyugalmazott teológiai professzor néhány nappal ezelőtt a kaposvári Lórántfi Zsuzsanna Református Iskola Központ dísztermében. A matematikus fizikus teológiából szerezte tudományos fokozatait egészen az akadémiai doktori címig. Közös énekléssel kezdődött az előadás a református iskola dísztermében. Sokan voltak kíváncsiak professzor dr. Gál Botond nyugalmazott teológiai professzor előadására. A matematikus fizikus az életre hangolt világegyetemről beszélt és annak működéséről. A professzor már régóta kutatja ezt a témát. Kaposvára
eljöve föltettem magamban, hogy egy olyan előadást tartok, hogy lehetőleg mindenki számára érthető legyen, mindenki gazdagodjék általa. De ugyanakkor, mivel én matematikus, fizikus, matematika-fizika tanár vagyok, és ugyanakkor teológiát végeztem, és a teológia területén szereztem a tudományos fokozataimat, egészen az akadémiai doktori címig. Most úgy szeretném elmondani a címben jelzett témát, tehát hogy az életre hangolt világegyetem, hogy az mindenki számára nyújtson valamilyen szellemi, lelki gazdagodást, és tovább tudja gondolni ezeket a kérdéseket. Tudnilik, a világban általában az a kérdés szokott fölmerülni, és így szokták föltenni a kérdést ilyen egyszerűen, és szinte azt mondhatnám, hogy keményen, hogy hit és tudomány. Ez nem jó a megközelítése, hanem azt kell látnunk, hogy a keresztény gondolkodás, a keresztény hit tud olyan szemléletet nyújtani, amely szemlélet segítheti olykor a tudományos gondolkodást, a tudományos gondolkodás pedig olykor segítheti a keresztény gondolkodást. Erre számtalan példa, egyik legszebb példája a Maxwell személye, aki egy mélyen hívő református ember volt, és azt, amit ő felfedezett, azt úgy fedezte föl, hogy igenis az ő hitbeli meggyőződése alapján jött rá a módszerre, hogy kell felírni az elektromágneses térre vonatkozó híres parciális differenciál egyenleteit. Szóval ezt csak úgy egyetlen példának hoztam föl. Itt most az életről lesz szó, hogy vajon miért jött létre ez a mindenség. Mit mondtak korábban? Hogyan látták a korábbiak? Úgy gondolták nagyjából összefoglalóan, hogy az élet ebből a mindenségből keletkezett. Miután a maga a természettudomány jutott egy olyan megállapításra, hogy ennek a világnak van időbeli kezdete, ezzel fogom kezdeni majd az előadásomat, hogy ha ilyen van, hogy a természettudomány mondja, akkor nézzük meg, tegyük mellé a keresztény gondolkodást is, és hogyha valóban tudnak egymásnak szemléletet nyújtani, pozitív szemléletre gondolok, amikor segíteni tudják egymás előmenetelét, akkor van értelme, és így van értelme a kettőről egymás mellett beszélni. Tehát nem úgy, azt mondjuk, hogy van a tudomány, meg van a hit. Az egyiknek van alapja, a másiknak nincs alapja. Ez nem helyes szemlélet. Ha valaki végig hallgatja az én előadásomat, erről meg fog győződni. A kaposvári református gyülekezet fontosnak tartja, hogy a nyáron is legyenek lélekemelő programok. A gyülekezetünknek három nagy programja van a nyár során. Az egyik egy gyülekezeti tábor volt ez még a nyár elején, aztán van ez a mostani előadás, és jövő hét szombaton augusztus 13-ára tervezünk még egy nagy gyülekezeti napot. Azért fontosak ezek, mert hogy nyáron egy kicsit kevesebben látogatják az istentiszteleti alkalmainkat, egy kicsit kevesebbet tudunk egymásról, de mégis a körülmények ilyenkor adottak ahhoz, hogy szabad téren, kellemes környezetben együtt tudjunk lenni, megismerjük egymást, illetve hogy egymás életében valahogyan részt tudjunk venni, és akár adott esetben segíteni is tudjunk egymásnak.
Gál Botond a Magyar Tudományos Akadémia doktora kiemelten foglalkozik a keresztény gondolkodás és a kortárs természettudományok kapcsolatának vizsgálatával is. Új műsorral legközelebb egy hét múlva, augusztus 24-én szerdán jelentkezünk. Nézzék akkor is a Géniuszt. Viszontlátásra!